Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy Sims 4 frissítés videóval. Hogyha esetleg nem tudtátok, egy új frissítés jött ki a napokban a Sims 4-hez, amit egyébként egyből le is kell töltenetek, hogyha ugye megvásároltátok a játékot. És szeretném ebben a videóban megmutatni azt, hogy mennyi újdonság került be a játékba, mert egyébként most kaptunk újdonságokat is, nem csak hibajavításokat. Hogyha esetleg szeretnétek a csatornámon hasonló videókat látni, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek nekem egy lájkkal, vagy esetleg egy kommenttel. Volt már egyébként több ilyen jellegű videó, és viszont csak akkor készítettem eddig videókat a Sims 4 frissítésekről, amikor valami igazán nagy dolog jött be ugye ingyenesen a játékba. Viszont hogyha kíváncsiak vagytok az apró frissítésekre is, akkor azt tényleg jelezzétek nekem, és akkor lehetséges, hogy havonta fogok ilyen jellegű videókat is készíteni, ugyanúgy, mint ugye a Minecraft snapshotokat. Szóval, hogy mi is jött be most a 2020 decemberi update-ben, hogyha elindítjátok a játékot a frissítés után, akkor láthatjátok, hogy ugye teljesen megváltozott a főmenü. Egyből kiemelt helyen van a galéria, ahol ugye le tudunk tölteni szímeket, illetve meg tudjuk osztani a saját szímeinket. Illetve ami még feltűnhetett nektek, hogy áthelyezték a pakkokat, ugye eddig itt lehetett látni az összes megvásárolt kiegészítőt, viszont most már itt külön kategóriánként ezeket meg tudjuk nézni. Itt van ugye az összes kiegészítő, ami elérhető a játékhoz. Hát igazából nekem az összes megvan, kivéve a Star Wars-os, de azt nem is nagyon tervezem megvenni. És ugye itt egyébként külön még lehet szűrni, itt az összes pakkot látjátok, a számomra elérhetőeket, tehát amiket megvettem. És igen, itt írja is, hogy ez nincs meg nekem, továbbra se lesz, sajnálom Sims 4, engem a Star Wars annyira nem érdekel. Ugye itt külön lehet még megnézni a kiegészítő csomagokat, a gamepackokat, a staff packeket, illetve az ingyenesen elérhető ugye ilyen kisebb csomagokat. Na jó, szerintem ezt így meg is néztük. Kezdjünk egy új játékot, ugyanis a Create a Sim, tehát a szimkészítőhöz jöttek ugye újdonságok, úgyhogy egy teljesen új szimre lesz most szüksége. Egy gyerekre, illetve egy felnőtt férfire, mert hogy oda jöttek be egyébként új hajstílusok is, illetve átszerkesztett hajstílusok. Nem szeretnék most sztorit hozzá, és ahogy látom, kaptunk egy felnőtt nőt. Na, hát pont nem erre van most szükségem, köszönöm azért játék. Na de ami igazán izgalmas, az az, hogy a játékba bejött több mint 100 új bőrszín. A legtöbb panasz a bőrszínekre érkezett az évek alatt, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon kevés volt, ami ténylegesen emberi bőrszín volt, illetve nem volt tényleg ennyire széles skála. Most viszont láthatjátok, hogy külön három kategóriára lettek szétszedve a bőrszínek. Vannak a meleg színek, a semleges színek, illetve a hideg színek, és itt is ugye rengeteg opció van. Viszont ez még nem minden, ugyanis itt még külön lehet állítani egy ilyen csúszkával, hogy mennyire legyen ez a fajta fehér szín fehér, illetve hogy mennyire legyen túlszaturált. Ugye itt még külön lehet ezeket állítgatni, szóval így most már tényleg bármilyen bőrszint létre lehet hozni. Most már nem lehet arra panasz, hogy az ember, hogyha saját magát szeretné létrehozni, akkor nem találja meg azt a kifejezetten jó tónust. Hogyha ezek után se tud valaki létrehozni olyan szimet, ami hasonlít magára, vagy az ismerőseire, vagy sztárokra, vagy mit tudom én, amilyen szímet létre akar hozni, akkor azzal már szerintem probléma van. Hogyha akarunk, akár ilyen teljesen sötét bőrszint is létre lehet hozni. Most már ennek sincsen akadálya, illetve tényleg ilyen hófehéret is. A különböző ilyen okkult szímeknek a bőrszínei átkerültek ide a Michelinushoz, és igazából ki lehet most már választani az ilyen nagyon fura bőrszíneket is, illetve a kéket is most már tudjátok másféle kékre meg pirosra átállítani. Annyira egyébként én nem rajongok ezekért a nagyon fura színű bőrszínekért, szerintem komolytalanná teszik a játékot, de tudom, hogy sokan szeretitek, úgyhogy most már itt is láthatjátok, hogy ezeket hozzá lehet adni. Illetve ami még nagyon fontos, hogyha esetleg sikerült kikevernetek egy olyan bőrszínt, ami nagyon megtetszett nektek, akkor itt a plusz jelre kattintva létre tudtok hozni egy sajátot. Tehát innentől kezdve, láthatjátok, hogy ott meg is jelent mellett egy ilyen kis ikon jobb fölül, akár létre tudtok hozni tényleg több száz új bőrszint. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés a játékban, és én tökre örülök, hogy ez be is jött. Aztán, ami még újdonság, hogy ugyanilyen csúszka elérhető lett a sminkeknél, nem az összes sminknél, ahogy olvastam egyébként az update logot, mert van amelyiknél nem igazából lehet látni a változtatásokat, de szerintem ennél mondjuk pont lehet majd. És te jó ég! Hát itt már tényleg mindent lehet állítani. Wow, ez nagyon menő! Tehát konkrétan még a színeket is lehet változtatni.
teljesen egyedi arcfestéseket, illetve sminkeket is létre lehet hozni. Ugye ez az opacitása, tehát hogy mennyire legyen átlátszó, vagy mennyire legyen nagyon éles rajta a festék. Itt is tudjátok állítani azt, hogy mennyire legyen élénk maga a szín, ami rákerül a szemünkre. Illetve itt is lehet állítani fényességet, és egészen ilyen dzsungelharcos is létre lehet hozni. És természetesen ezt is el tudjátok menteni, és akkor most már, ugye itt a swatchoknál, amik alapból elérhetőek ehhez a festéshez, itt van az, amit én most létrehoztam. Szóval így teljesen új sminkeket is létre lehet hozni a játékban, ami egyébként szerintem tényleg eszméletlen jó pofa. Talán egy kicsit kevesebb szükség is lesz arra rengeteg custom contentre, ami ilyen sminkes custom content. Természetesen ettől függetlenül azért még így is rengeteg fog valószínűleg készülni. Wow, hogyha jól látom, akkor még a naptáján is lehet változtatni. Ez egyébként meglepett, mert ugye írták, hogy vannak olyan sminkek, amiken abszolút nem lehet majd semmit se változtatni. Itt a Hue egyértelműen nem nagyon változtat semmit, tehát nem annyira szembetűnő, viszont az opacitását le lehet venni egészen, és akkor olyan, mint hogy csak egy kicsit lenne maszatos a nózia, illetve meg tudom változtatni zöldre. Meg tudom változtatni zöldre a naptejet. Hát ez nem biztos, hogy annyira egészséges. Na mindegy, elmentjük a zöld naptejet, hát egyszer majd még jól jön valami Shrek kosztümhöz. Szóval lényegében ez jött be most így a játékhoz, most már lehet különböző sminkeket létrehozni, illetve bőrszíneket. Ez az új frizura lett elérhető a férfiaknál. Nem tudom, hogy ez alapból is benne volt-e az alapjátékban, vagy esetleg valamelyik kiegészítőben van egy nagyon hasonló hajstílus, de most már így ezt is meg fogjátok találni, szóval, ha esetleg szeretnétek pont egy ilyen frizurával létrehozni egy férfi szimet, akkor most már erre is van lehetőségetek, illetve ezt gyorsan megmutatnám akkor, hogy a kislányoknál milyen új hajstílus lett elérhető. A lánygyerekeknél, hogyha jól tudom, ez a frizura lett egy kicsit módosítva, most már nem annyira elmosott a baba haj ugye a karakterem, viszont sokan panaszkodtak arra, hogy tökre tetszik neki ez a frizura, viszont a baba hajakat ki nem állhatják, úgyhogy lett ebből a frizurából egy olyan is, ahol már nincsenek ott a baba hajak, úgyhogy igazából mondhatjuk azt, hogy kaptunk kettő új hajat is a gyerekekhez, de szerintem igazából ezek csak ilyen nagyon minimális módosítások. Egyébként még mindig olyan, hogy ott egy kicsit maszatos lenne, vagy hát egy-két hajszál úgy kiállna. Na mindegy, részletesebbek lettek ezek a frizurák, úgyhogy ha esetleg szeretnétek ezeket használni, vagy eddig esetleg azért nem használtátok, mert nem tartottátok elég részletesnek vagy szépnek, akkor most már ennek sincsen akadálya. És akkor gyorsan elolvasnék nektek egy-két fontosabb hibajavítást, az összeset nem fogom, viszont hogyha érdekel titeket, akkor a leírásban meg fogjátok találni ezeket mind-mind angol nyelven. Most már végre felnövezhetőek a szimek, ugye születésnapi torta segítségével, ugye ezzel volt problémánk a 100 baba kihívás előző részében. Aztán volt probléma azzal, hogy a tükörben az ajtók, az ablakok, illetve a különböző állványok nem jelentek meg jól, ezt is javították. Illetve ugye volt egy olyan is, amit én nagyon sokszor észrevettem és meg is jegyeztem nektek, hogy ugye volt olyan szímem, aki soha nem horgászott, és ennek ellenére a semmiből felfedezett új halfajtákat, illetve sikeresen megállapította, hogy az egy milyen halfajta. Elméletben most már ilyen random üzeneteket nem fogunk kapni. Volt néhány olyan karrier, ahol nem lehetett igénybe venni a különböző vakációnapokat, viszont ezt is javították. Ilyen volt például a kertész, a katona, az életmentő, a civil designer, illetve a mérnök is, viszont szerencsére ezek is javítva lettek, illetve lehetett csak úgy hó nélkül is hóembert építeni, ami egyébként nagyon vicces, sajnos én ezzel a hibával nem találkoztam, de szívesen megnéztem volna. Néhányat összefoglaltam most nektek, de hogyha érdekeltiteket a teljes hibajavítási lista, akkor mondom, a leírásban meg fogjátok találni angol nyelven. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a videó. Hamarosan pedig jövök az új 100 baba kihívás résszel, ahol már nem lesz problémánk a gyerekek felnövesztésével. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!